Az európai zenetörténetben azért volt egy nagyon nagy váltás, amikor a duda, tekerős, egyszólamú muzsika egyszer csak átváltozott harmóniákkal kísérő zenévé. A többszólamú zenéhez már kellett a dallamjátszó mellé egy harmóniát játszó kíséret is, meg egy basszus is kellett hozzá. A legminimálisabb zenekar, amivel harmonikus zenét lehet játszani, az egy hegedű, amely játssza a dallamot, egy kontra hangszer, és egy bőgő, ami a basszust adja, ami döngeti a tánczenét. A népzenészek között nem mindig sikerült gyári hangszert beszerezni. Ebből is látszik, hogy ennél a hegedűnél például ez egy saját készítésű, a gyári hangszert utánozó hegedű. A vonós zenekar másik hangszere a brácsa, ezt is tudták otthon kézzel készíteni. A legmélyebb hangszere a bőgő volt, ennek a húrjai bélből készültek, és ez is egy házi faragású hangszer. Van rajta egy hordozó szíj, mivel a zenekarok nagyon sokszor menetben is játszottak, ezért ezzel kötötték, vagy vették a nyakukba ezt a hangszert, és úgy mentek vele a menetben. Zenekari játékról igazából a 19. század végéig csak írásbeli feljegyzések vannak. A fonográfos gyűjtések elkezdésénél már 1900-ban Viker Béla gyűjtött vonószenekari játékot. A jelentősebb gyűjtés akkor kezdődött meg, amikor 1937-ben elindult a Pátria sorozat a Néprajzi Múzeum és a Magyar Rádió közös akciójaként. Fonográf felvételeken Bartók Béla, Lajta László, Viker Béla hangszeres gyűjtéseit figyelhetjük meg. A 60-as években a Zenetudományi Intézetben a néptánckutatáshoz is kapcsolódott a zenei gyűjtés is. Mind a két intézmény nagyon fontos hangsúlyt helyez arra, hogy ezeket az anyagokat elérhetővé tegyék. Mind a Néprajzi Múzeumban, mind a Zenetudományi Intézet adatbázisa nyilvános, és ezt a hihetetlen értékes vonószenei anyagot is a tanítványok, tanárok és adatközlők részére nyilvánossá kell tennünk. Lajtának volt az a gyűjtése a Pátria sorozaton, amit a táncházmozgalom elindítójaként szoktak emlegetni, ez az úgynevezett széki gyűjtése. Ha táncházmozgalomról beszélünk, akkor azt el kell mondani, hogy az egész abból indult ki, hogy egy zenei revival történt. Rácsodálkoztunk egyfajta zenére, amit akkoriban a városon nem ismertek, és az az ötletünk támadt, hogy ez olyan szép, hogy ezt meg kéne tanulni. Ez éppen olyan állapotban volt még, hogy mi még ezt tudtuk látni. Igaziból, folyamatába, eredeti funkciójába. Tehát meg tudtuk tanulni. Azt is megtanultuk, hogy igen, hát ez akkor fog megszólalni, ha mi azt a technikát is megtanuljuk, amivel ezt ők játsszák. És mi volt ez a technika? Az az európai hegedülési technika, amit a Paganini előtt még mindenki játszott Európában. Ezek a paraszt emberek pedig még mindig azt csinálják, amit a 18.-19. században mindenki csinált. Tehát egy ilyen időbeli lemaradással lehet rekonstruálni, hogy a Mozart és a Haydn korábban a kocsmákban mit játszott. Amikor megszülettem és hegedűt kaptam a kezembe, ez körülbelül olyan 5 éves koromban lehetett, akkor én ezt párhuzamosan tanulhattam. Tehát az iskolai keretek között tanultam a klasszikus tanulmányokat, és volt egy hagyományőrző mesterem, Murzsa Gyula, aki az édesapám beadott, napközben a ház körül segítettem, este pedig mindig megtanított egy-egy nótát. És ami az érdekessége, hogy nem csak a dallamokat tanította meg, hanem ennek a mesterségnek a módját, hogy hogyan szolgálunk egy közösséget, hogyan muzsikálunk embereknek, hogyan muzsikálunk tánc alá. Mi ezt mind a mai napig élő hagyományként látjuk, hiszen mind a mai napig élnek olyan hagyományőrzők, hogyha egy kicsit megapad a tudásunk, akkor autóba ülünk és elmenjünk és megkérdezzük tőlük. Tehát maga ez a hagyományozódás, ez egy élő dolog. Amikor csak volt egy pici szabadidőm, akkor mindig nyakamba vettem az országot, és mentem vidékre, kerestem ezeket az idős mestereket. Látni akartam, mutassa meg az együtt muzsikálást. Azt, amikor ő ott abban a saját közegében muzsikál.
Bogyiszló Tolna megyének egyik legékesebb települése, mondhatom ezt. Nekem Bogyiszló az a muzsikát jelenti. Szerencsés helyzetben vagyok. Én zenész családba születtem, nagypapám révén, Orsos Kis János, akit mesteremnek tekintem. Az elején mellé ültem, 8-9 éves voltam, és megmutatott egy dallamot. És ez megtanította nekem, így újat figyelhettem, így csinált fiam, így fogd a vonót, ilyen egyszerű észjárással, ami a legnagyobb, utána pedig azt mondta, most ülj a sarokba. Beültetett a sarokba, és a másik dalt még aznap úgy tanította, hogy most hallgass és játsz vissza. És 97-ben, amikor meghalt, én már átvettem közben a bogyiszlói zenekart. Mert ugye náló nem apáról fiúra, hanem nagyapáról unokára szállt ez a zene. Az óránknak a legfontosabb része az a bogyiszlói népzene lesz, bogyiszlói dallamok, úgyhogy ezeket kell fölismerni. Janikám, mehet? Jó. Úgy nem telik el azóta, 2003 óta vagyok már itt tanár, hogy az óráimon az élőzene meg ne szólalna, és a gyerekek erre nagyon fogékonyak. A 97-ben a Fonobudai Zeneházban indítottuk el egy kicsi, de lelkes csapattal az utolsóra átfogó Kárpát-medencei gyűjtést. A gyűjtés a legnagyobb 20. századi hangszeres népzenei gyűjtés lett. Több mint 1200 óra felvételt vettünk föl, amit a Fonobudai Zeneház finanszírozott, és dicséretes módon minden kulturális miniszter támogatott. Ez a gyűjtés az alapja annak, hogy a hagyományos hangszeres népzenei kultúrát élő módon megtarthassuk. Létrejött egy folklordokumentációs központ, egy médiatár, mind a mellett a gyűjtések ma is zajlanak, ezeknek a feldolgozása is zajlik, és hát széles körben ezt közre is adjuk. Többek között kiadványok formájában jelenik meg, illetve van egy folklor adatbázisunk, amely mindenki számára elérhető az interneten. Emellett táborokat szervezünk, ahol a magyar vonószenei hagyományokkal meg tudnak ismerkedni a fiatalok elsősorban, és abban a táncházban is, amely itt szokott zajlani heti rendszerességgel, ahol a különböző generációk találkozunk. Volt, hogy előbb-utóbb létrejöjjön az egyetemi képzés is. 2007-ben indult el a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen a népzenei oktatás, és önálló tanszékként 2009 óta működik. Az így megszerzett tudás természetesen az élő zenei hagyományban szervesül, hiszen a táncházakban, a különböző táncegyüttesek zenei kíséretében ez a zenei kincs, ez gyakorlatban is meg tud mutatkozni. Örvendetes, hogy van egy új generáció, és rengetegen vannak lányok, fantasztikus tudással, fantasztikus technikával, hihetetlen kitartással és óriási lendülettel vesznek részt a táncház mozgalomban. A vonószene segítségével a hagyományos kultúra értékeit is képviseli. Gondolok a táncházmozgalomra, amely százas, ezres számban működtet különféle klubokat, egyesületeket, baráti társaságokat. Mivel hogy a táncegyütteseket is ezek a zenekarok kísérik, a különféle rendezvényeken a vonós bandák játszanak a tánchoz, ezért aztán akár a közösségi médián keresztül, akár a közszolgálati vagy kereskedelmi televízió csatornákon is ezekkel a formációkkal találkozunk. Ez a zenei hagyomány egyfelől sok évszázadra nyúlik vissza, másfelől viszont ma is élő.
Tehát ez az, ami a mi sajátunk, és mindenképpen fontosnak tartom, hogy ezt megmutassuk a világnak. Nagyon-nagyon sok követője, csodálója akadt, ami annak köszönhető, hogy ezt a vonós zenei hagyományt gyakorlati funkciójában is meg tudják mutatni a magyarországi muzsikusok.